Williams Televízió. Üdvözlöm Önöket, a Williams Televízió vecsési magazinját látják röviden műsorunk tartalmából. Népszavazás. Az október 2-i népszavazás menetéről tájékoztat a város jegyzője. Mikrocenzus. Idén októberben lesz az úgynevezett kis népszámlálás. Ünnepség. 20 évvel ezelőtt adták át a falusi iskola épületét. Kinevezés. Új vezetője lett az Irgalmas Jézus plébániának. Sportolók. 4. alkalommal rendezték meg a bajnokok vacsoráját. Kézilabda. Az Örkény Inárcs elleni mérkőzéseken jártunk. Sportbarátok. Barátságos teniszversenyt tartottak a sportpályán. Fogadhajtás. Csapat ezüstérmet szereztek a magyarok a világbajnokságon. Karate. Tatamival várja az új sportolókat a karate szakosztály. Szeptember 24-25-én lesz a 16. vecsési káposztafest. A rendezvényen az érdeklődők egyebek mellett savanyúságokat és káposztás ételeket kóstolhatnak. Megtekinthetnek egy igazi sváb lakodalmat, továbbá számos kulturális élményben lehet részük. A hagyományokhoz híven idén is lesz savanyúságverseny a Káposztafesten. Ezúttal azonban a közönség is kóstolhat, szavazhat, és a díjak mellett útnak indítanak egy vándorkupát is. Október 1-én lesz a vecsési szüreti mulatság. A felvonulás reggel 9 órakor kezdődik, az első tánc pedig 15 órakor lesz a Koszorúsháznál a Kellner Doktor utcában. Az esti szüreti bál 8 órakor veszi kezdetét a Grassalkovics Antal általános iskolában. Áder János köztársasági elnök október 2-ára írta ki a népszavazást a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítéséről. A szavazás menetéről Vecsésváros jegyzőjét, Mohainé Jakab Anikót kérdeztük. Tájékoztatni szeretném a vecsési választópolgárokat, hogy nem változtatott a polgármesteri hivatal a szavazókörökön, tehát mindenkinek ugyanoda kell mennie szavazni, ahol a 2014-es szavazások idején is ment. Ami új dolog, hogy találkozhatnak a szavazópolgárok műanyag urnákkal, ezt idén először kapjuk mi is a Nemzeti Választási Irodától. Lesz egy nagy műanyag urna, egy kisebb műanyag urna, a mozgó urna az még változatlanul papírból lesz, amivel kimennek a kollégák a mozgó urnát kérőkhöz szavazni. Mi lesz ez a két urna, ez a műanyag urna, vagy egyszerűen csak az anyaga változik? Csak az anyaga változik. Eddig ugye papírból volt minden évben, ezt nekünk meg kellett őrizni, több-kevesebb sikerrel sikerült is jó állapotban megőrizni őket, és ezt váltotta most le a Nemzeti Választási Iroda, és egy tartósabb műanyag urnát bocsát minden szavazókörben az állampolgárok rendelkezésére, és ebbe lehet bedobni a szavazólapokat. Mozgó urnát hogyan és meddig lehet igényelni? Mozgó urna az változatlanul egy kérelemre indul el. Ezt a kérelem nyomtatványt lehet kérni itt a polgármesteri hivatal titkárságán, vagy le lehet tölteni a honlapról is. Azt szeretném kérni a választópolgároktól, hogy mindenképpen figyeljenek arra, hogy vasárnap, tehát október 2-án 15 óráig kell, hogy eljusson a mozgó urna kérelem. Most még lehet ide behozni a polgármesteri hivatalba, és vasárnap a szavazás napján pedig az adott szavazókörbe kell eljutatni délután 3 óráig. Természetesen a mozgásában akadályozottnak lehetséges, hogy valamelyik családtagja vagy szomszédja viszi el az SSB-hez ezt a kérelmet, de azt szeretném kérni ismételten, hogy 3 óráig mindenképpen jusson el, mert ha ezt követően megy a kérelem, nem tudják teljesíteni a kollégák a mozgó urna kiszállítását. Hogyha valaki ezen a napon nem a lakóhelyén, illetve a szavazó körzetében tartózkodik, akkor meddig lehet jeleznie, hogy máshol szavazna? Az átjelentkezés az a szavazás megelőző pénteken, tehát szeptember 30-án 4 óráig lehetséges. Mindenki figyeljen oda, ez szintén lehet elektronikus oldalról, tehát honlapról letölteni ezt az átjelentkezési kérelmet. Ha tudja valaki, hogy a szavazás napján nem tartózkodik otthon, akkor kérném, hogy minél előbb akkor ezt töltse le. Elektronikus úton is el lehet juttatni úton, személyesen be lehet hozni, tehát minden megoldás előtt nyitottak vagyunk, csak a dátumra kell odafigyelni, hogy szeptember 30-a 16 óra az átjelentkezés határideje. Milyen személyes okmányokat kell magukkal vinniük a szavazóknak? Mindenképpen fontos, a személyazonosságot és a lakcímet be tudják azonosítani az SSB-ben ülő kollégák. Tehát szeretném kérni, hogy új típusú személyigazolvány és lakcímkártya, vagy lehet jogosítvány, érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy régi típusú személyigazolvány, mert abban még benne van a lakcím, benne van a személyazonosító jel. Ha olyan régi a személyigazolvány, hogy a személyazonosító jelre egy külön hatósági bizonyítvány áll rendelkezésre,
akkor azt kell hozni. Tehát tudni kell, hogy be kell tudnunk azonosítani magát a választópolgárt névről, személyazonosító jelről és lakcímről. Tehát ennek a háromnak kell, hogy rendelkezésére álljon a választópolgárnál, ott az SSB-n előtt, különben nem fog tudni szavazni, hogyha valamelyikkel nem rendelkezik. Mi számít akár igen, akár nem érvényes szavazatnak? A szavazólapon az igen vagy a nem szó felett van egy karika, ezzel fognak találkozni a választópolgárok, és egymás metsző vonallal kell jeleznie az igen vagy a nem fölött a választópolgárnak az ő akaratát. Ezen felül, hogyha ő úgy gondolja, hogy valamit még ír, rajzol, ezt természetesen megteheti, de nagyon szépen kérjük, hogy érvényes szavazatok legyenek lehetőség szerint a szavazólapon, ehhez pedig az kell, hogy magát a karikát metsze át, ez az egymást metsző két vonal. Ha valaki ebben az időpontban külföldön tartózkodik, akkor hogyan szavazhat? Ezen a héten még lehetősége van külképviseleti szavazásra jelentkezésre a választópolgárnak. Ha már valaki most tudja, hogy ő külföldön tartózkodik a szavazás napján, akkor ezen a héten szombaton 4 óráig, tehát szeptember 24-én 4 óráig lehet a külképviseleti szavazásra való jelentkezését eljuttatni, szintén lehet elektronikus úton letölteni ezt a kérelmet. Mi is tudunk adni, lehet behozni személyesen, postán küldeni, elektronikus úton küldeni, de a határidőt itt is nagyon figyelni kell, ez szombat 16 óra, ki kell választani a választópolgárnak azt a nagykövetséget, ami az ő tartózkodási helyéhez legközelebb esik, be is kell írnia ebbe a kérelembe, mert mi ebbe rögzítjük, hogy azon a névjegyzéken a választópolgár neve mindenképpen szerepeljen. Idén októberben lesz az úgynevezett kis népszámlálás. Az adatszolgáltatás a kiválasztott háztartásoknak kötelező. Az adatfelvétel nem a lakosság egészére terjed ki, azaz nem teljes körű, hanem 10%-os mintán mintegy 400 ezer háztartást kiválasztva végzik. A mintába került személyeket a kijelölésről, az adatszolgáltatási kötelezettségről és a válaszadás részleteiről a KSH előzetesen értesíti. Vecsést is érintett az úgynevezett mini népszámlálásban, amire hamarosan sor kerül. Mit kell tudniuk a lakosoknak erről? 2016. október 1-én indul ez a mikrocenzusnak hívott mini népszámlálást, amit szintén a Központi Statisztikai Hivatal fog lefolytatni a 2011-es nagy népszámláláshoz hasonlóan. 5 év telt el az előző népszámlálás óta. Törvény írja elő, hogy két népszámlálás között tartunk egy úgynevezett kis mikrocenzust. Ez nem érinti a lakosság egész szét, mint a nagy népszámlálás. Itt egy előzetes kiválasztással, egy véletlenszerű kiválasztással a lakosság 10%-a került bele ebbe a népszámlálási körbe. Aki benne van, Vecsést is érinti, Vecsés település maga is belekerült ebbe a népszámlálásba. Aki érintett, az jövő héten írásos értesítésben fog erről egy tájékoztatót kapni a Központi Statisztikai Hivataltól. Tudni kell, hogy október 1 és október 9-e között lehetőség van a kérdőív interneten való kitöltésére. Akinek erre lehetősége van és kedve van, tudjuk javasolni ezt az internetes kérdőív kitöltést. Akinek erre nincsen lehetősége, vagy úgy gondolja, hogy nincsen rá ennyi ideje, akkor őket a kérdező biztosok fogják felkeresni október 10 és november 8-a között. Van több kérdőív. A 2011-es népszámlálásnál volt a lakás és a személyi kérdőív, ez ugyanúgy megvan mindegyik érintett lakosnál, tehát a lakás és a személyi kérdőívre a válaszadás kötelező is. Ami újdonság ebben a népszámlálásban, hogy 5 darab kiegészítő kérdőívet is csatoltak. Ez az 5 nem jelenik meg minden lakónál. Minden lakóhoz véletlenszerűen társítottak egy kiegészítő kérdőívet, és ezekből a kérdőíveknél pedig különböző témában, különböző érdeklődési körökre, egészségügyi alkalmasságra szeretnének rákérdezni a Statisztikai Hivatal illetékesei. Arról tudni kell, hogy ezeket az ezeket a kiegészítő kérdőíveket nem kötelező kitölteni, erre a válaszadás önkéntes. Szeretném azért tájékoztatni a lakosokat az önkéntes kérdőíveknek a témájáról, társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve nemzetközi elvándorlás. Tehát úgy érzem, hogy ezek a kiegészítő kérdőívek is elég érdekes témákat feszegetnek.
szerintem a válaszadás az mindenképpen megfontolandó. Aki úgy gondolja, hogy szeretne a kiegészítő kérdőívekre válaszolni, mindenképpen tegye meg. Tudni kell, hogy anonim a kérdőívre a válaszadás. Tehát nem lesz hozzá név rendelve egy esetben sem, kóddal jelölik az adott válaszadót, tehát nem kell attól félni, hogy később ebben beazonosítható vagy visszakereshető lenne esetleg. Ez az a válaszadás, hogy ki mire válaszolt. Anonim, ugyanakkor ugye a saját címére mindenki megkapja, aki érintett, és a kérdező biztos is majd ugye név szerint szólítja az illetőt, de hogyha valaki úgy érzi, hogy bizonyos kérdésekre nem szeretne válaszolni, akár a keresetét, akár az egészségi állapotát illetően, akkor megtagadhat-e kérdést? Kérdés megtagadás csak abban az esetben lehetséges, hogyha erre a kérdőív adott kérdése erre lehetőséget ad. Ha nem, akkor válaszolni kell. A választ megtagadni, illetve az egész eljárásban a kijelölt személy, hogyha megtagadja a részvételt, azt azért tudni kell, hogy szabálysértési eljárást és pénzbüntetést von maga után. Tehát ebben a 2015-ös jogszabály alapján, akit kijelöltek, annak a részvétele kötelező, de ismét csak hangsúlyozom, hogy a lakás és a személyi körülményekre vonatkozóan. A többi kérdőív az már érzékenyebb területeket érint, ott a válaszadás önkéntes. A kiválasztott személyek, azok ugye választhatnak, hogy interneten töltik-e ki a kérdőívet, vagy pedig kérdezőbiztost fogadnak. Hogyan jelezhetik a választásukat? Nem kell jelezniük azzal, hogy október 1-e és 9-e között az ő általa, vagy a neki megadott kóddal kitölti a személyi kérdőívet, lakáskérdőívet és az önkéntes kérdőívet, kiegészítőt, azzal már a kérdezőbiztosok tudják, hogy arra a címre nekik nem kell menniük. Tehát csak azokat fogják felkeresni a kérdezőbiztosok, akik október 1 és 9 között az internetes válaszadással nem éltek. Vetítsünk a távlatokba egy olyan esetleges problémát, ami ilyenkor adódni szokott. Ugye nagyon sok népszámlálás vagy felmérések alkalmával megnövekszik a csalások száma. A kérdezőbiztosok hogyan igazolhatják és hogyan kell, hogy igazolják magukat ahhoz, hogy beengedjük majd őket a lakásunkba, ha érintettek vagyunk. A kérdezőbiztosoknak a KSH által adott megbízó levelük és igazolványuk is lesz, tehát mindenképpen be lehet őket azonosítani, hogy ők a KSH, őket a KSH küldte. Ők kérdőíveken végig fognak venni lehetőség szerint, hogyha van náluk olyan elektronikai eszköz, laptoppal vagy tablettel fognak rendelkezni, mert nekik is ez egy plusz munka még utána bevinni az összes választ a gépbe, tehát igyekszünk segíteni a kérdezőbiztosok munkáját. KSH alkalmazásában vannak a kérdezőbiztosok, ő bízta meg őket. Az, hogy egy településen hány kérdezőbiztos fogja felkeresni az állampolgárokat, ez az adott település nagyságától függ. Azt konkrétan tudom, a polgármesteri hivatal két dolgozója kérdezőbiztos, de ezen túlmenően mást is megkereshetett a KSH saját munkatársai közül. 20 évvel ezelőtt, 1996-ban adták át a falusi iskola épületét. A mai nevén Grassalkovics Antal német nemzetiségi és kétnyelvű általános iskolában ebből az alkalomból ünnepséget tartottak szeptember 19-én. Az ünnepségen részt vesz Lahó Csaba polgármester, Molnár Imre nyugalmazott polgármester, Frövirt Mihály a kultúrferein elnöke, Gyurákin és Sárdi Krisztina az iskola igazgatója, Pocner Ferenc Ibüldíjas építész, művészettörténész, Pavel Béla volt alpolgármester, valamint a képviselőtestület korábbi és jelenlegi tagjai. Az egybegyűlteket Tófalvi Mónika, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke üdvözölte, majd átadta a szót a műsorral készült gyermekeknek és Frövirt Mihálynak, a kultúrferein elnökének. A mi iskolánkban nincs olyan jó, ha számtan is így szólna, dolé mi faszó, a történelem lecke csupakotta lenne, s taktusra írnánk a fizika dolit, s a tanár szavait. A mi iskolánkban ünnep minden nap, a hétfő itt a keddel vidám táncra kap, úgy szállnak itt az évek, mint a lenge éne, büszke, boldog, mint aki ide jár, akár a madár. 28-ban az Andrássy telepen épült iskola, a háborút követően, a második háborút követően pedig a Halmi téren. A település lélekszáma egyre gyarapodott, és a 1980-as években új, korszerű iskolák épültek. Előbb a Petőfi téren, aztán a Martinovics téren, majd a Halmi téren. A faluban öreg, egymástól, mint egy kilométer távolságra lévő öt öreg épületben folyt a tanítás.
Az 1990-ben megválasztott önkormányzat már 91-ben, tehát a következő évben határozott arról, hogy a faluban új iskolát épít. Pályázatot írt ki. A kiírás egyik követelménye az volt, hogy az új középület építse be motivumokat a régi sváb házakról. A kiírásra három tervet nyújtottak be. Érdemes megemlíteni, hogy a terveket akkor több alkalommal is bemutatták a lakosságnak. És azt is, hogy a bemutatókat mindig nagy érdeklődés kísérte itt a faluban. A középület tervező vállalat részéről benyújtott terv volt a nyertes, 5-2 arányban. Lackovics László, Ibildíjas építész nagy gondot fordított rá, hogy eleget tegyen a pályázatban megfogalmazottaknak. Pocner Ferenc erre így emlékezett egy szomorú eseményen, amikor 2011-ben Lackovics Lászlót eltemették a Visegrádi temetőben. Emlékszem a Vecsési iskola pályázatának időszakában, majd a munkát elnyerve hányszor voltunk Vecsésen. Hosszasan tanulmányozva az ottani fellelhető hagyományos formákat, fogásokat. A helybeliekkel elbeszélgetve sorsukról, a világról való vélekedésükről, végül már a káposzta savanyítás fortéjaiban is tájékozottak. Igen, Lackovics László ilyen alapos ember volt. Az építkezés 1992 őszén elindult. Búcsú hétfőn volt az alapkőletétel, sok illusztris vendég jelenlétében. 93 búcsú hétfőjén az érdeklődők megtekinthették az elkészült első részt, amit az alsó tagozatosok akkor birtokba vettek. Sokan voltak az érdeklődők. 94 búcsú hétfőjén újabb rész került átadásra. Időközben az önkormányzatok állami finanszírozása lényegesen visszaesett. Az önkormányzatban a viták megsokasodtak. Voltak, akik az építkezés feltétlen befejezéséért álltak ki, mások a halasztás mellett döntöttek. Ők voltak kevesebben. Itt kell megemlítenem, hogy a folytatásban elévülhetetlen érdemeket szerzett Pável Béla képviselő. Nagy teherhárul Molnár Imre polgármesterrel sok méltatlan támadás jött. A harmadik rész végül 1996-ra elkészült. Búcsú hétfőjén az iskola átadásra került. Erre emlékszünk most, és erre emlékeztet bennünket az itt lévő tábor is. Ha felnéztek rá, biztos sokféle gondolat ébred bennetek. Én tisztelettel olvasom a két nevet, és elismeréssel gondolok az építkezés támogatóra. Új vezetőt neveztek ki a vecsési Irgalmas Jézus plébániára. Fritsch Zoltán 2005 óta a Váci Egyházmegye alkalmazottja, és szeptember 1-től diakónusként látja el a vezetői teendőket. Névje című rovatunkban ezúttal őt kértük egy bemutatkozó interjúra. Tehát Fritsch Zoltán vagyok, állandó nős diakónus. Június 18-án szentelt a püspök atya, és ez év szeptember 1-ével kinevezett ide az Irgalmas Jézus plébániára plébánia vezetőnek. Huszka Misi atya után gyakorlatilag a plébániának az ügyes bajos dolgait és mindenféle vezetését bízta rám. Én ezt nagy örömmel vállaltam. Milyen teendői vannak, lesznek, illetve milyen jogokkal rendelkezik? Hát gyakorlatilag majdnem, hogy mindent meg tudok tenni, amit egy plébánia élén meg kell, hogy tegyen. Igazából abból kifolyólag, hogy én diakónus vagyok, így nyilván nem misézek, nem gyóntatok, de minden mást gyakorlatilag el kell látnom. Jogilag, jogi személyként a plébánia élén én állok aláírási joggal, ezen kívül a lelkipásztori gondozást, a katekézist, a különböző ügyeknek az intézését mind-mind rám bízta a püspök úr, és hát nyilván ezt én nagy örömmel vállaltam, annak tudatában, hogy nem egyedül vagyok, hanem a közösséggel együtt fogjuk ezt a munkát végezni. Miséket vagy liturgiákat tarthat? Én csak igeliturgiát tudok tartani, és
úgy próbáljuk megoldani, hogy vasárnaponként lehetőleg mindig legyen szentmisénk majd itt a templomban. Eddig ez sajnos a paphiány miatt annyira nem volt megoldható, talán most sikerülni fog. Nem csak azonban a hívekkel való találkozás lesz az ön feladat, hanem ennek a templomnak a gondozása is. Kérem, részletezze a feladatköreit. Tehát én úgy gondolom, hogy elsősorban a legfontosabb az az, hogy a lelkipásztori gondozás az az én feladatom lesz. Itt gyakorlatilag mindent, amit a kedves testvéreimnek a lelkével kapcsolatosan meg lehet tenni, azt megpróbálok. Ide érthetőek a különböző közösségeknek a gondozása, a látogatása, a esetleg újraalakítása. Gyakorlatilag ez egy nagyon fontos fő szempont. Ezen kívül a másik rész az a katekézis, ez gyakorlatilag a hitoktatás, illetve mindenféle olyan szentségi felkészülés, ami az egyházközséget élteti, itt az első áldozás, bérmálkozás, felnőtt katekézis, aztán jegyes oktatás, keresztelési felkészítés. Gyakorlatilag ezek azok a dolgok, amik valahogyan az egyházközségnek az utánpótlását képezik, és hát ezen kívül igazából minden más, ami egy intézménynek a vezetéséhez szükséges, ez az anyagi rész, az ingó ingatlan eszközöknek a kezelése, a plébániának az irodai szolgálata, a fönntartása, a templomnak a rendben tartása, a díszítések, most is jelen pillanatban egy ilyen munkálat folyik. Tehát gyakorlatilag minden, ami egy akármilyen közintézménynek is a fönntartásához szükséges. Ez nyilván egy egész embert kíván. Ez teljes mértékben. Igen, én 2005-től vagyok a Váci Egyházmegyének az alkalmazottja. Ezzel a szenteléssel sem változott, tehát én igazából nem egyházmegyei papságnak lettem így a része, hanem én ugyanúgy alkalmazott vagyok, amellett, hogy a szentelésem által diakónusként tudok majd szolgálni. Tehát gyakorlatilag ez a munkakör ez eddig is megvolt, csak a szenteléssel erre egy nagy-nagy megerősítést kaptam. Viszont úgy kezdte a bemutatkozást, hogy állandó nős, diakónus, ezek szerint családos ember. Igen, 4 gyermekem van, egy nagyon kedves feleségem, és hát őket próbálom mindemellett egy kicsit, hogy is mondjam, együtt élni velük, és együtt mozdulni az Úr felé. Igazából a nősdiakónusnak az elsődleges állapota az, hogy nős. Tehát ezt sem sokan tudják, utána következik az, hogy diakónusként szolgálok, és gyakorlatilag az azt jelenti, hogy az elsődleges feladatom a családapaság, illetve a házastársi feladatom, és utána következik minden más, ami a munkakörömhöz, a szentelésemhez kapcsolódik. Nagyon furcsa, hogy önnek a családapai teendők, a házastársi teendők így akkor így egy kiemelt feladata, holott elvileg minden házas embernek ez a feladata, idézőjelben. Igazából ez egy valóban egy nagyon érdekes dolog. A szentelés az megerősítette ezt a feladatot, és talán ezért is él bennem kimondottan, mert a szentelésnél van egy olyan kis nem szabály, hanem egy nyilatkozat, ami azt mondja ki, hogy én, mint diakónus ebben az állapotomban esetlegesen mondjuk a feleségem halála után is megmaradok. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy újabb, mondhatni, házasságkötés történt a feleségem és köztem, hiszen én kinyilvánítottam azt, hogy én örökre hűséges leszek hozzá, és hát nyilván a gyermekeim nevelésében is ugyanígy ez szerepet játszik, és talán ezért hangsúlyosabb így ez a rész, hogy az én feladatom elsődlegesen a családommal való törődés. Az első szentséget, a házasság szentségét, mint életállapotot azt kaptam először, tehát nyilván ez az, ami a fontosabb számunkra, és utána következik az, hogy én diakónus vagyok. Elvonatkoztatva öntől a kérdést, egyébként egy nős diakónus elválhat? Egyházi előírások gyakorlatilag lehetővé teszik azt, hogy a házasságkötést érvénytelenítse az egyház. Na most diakónusként nyilván az ember úgy készült föl erre a szolgálatra, hogy az ő házastársi kapcsolata az rendben van. És innentől kezdve én úgy gondolom, hogy itt erről túlzottan szó nem lehet. Mindazonáltal sajnos biztos előfordul olyan eset a nagyvilágban, amikor erre van
példa. De én úgy gondolom, hogy nem ez a számottevő, és sokkal fontosabb a példamutatás. Ön mikor került kapcsolatba a hittel? Hiszen úgy látom, hogy hosszú évek óta, évtizedek óta meghatározhatja az életét. Hát gyakorlatilag engem így neveltek, ebben nőttem föl. Még az elmúlt rendszernek a vég zöngéjében kezdtem el hittanórákra járni. Kaptam néhány pofont emiatt az iskolában, de igazából a szüleimet ez sosem érdekelte, és mindig is kereszténynek neveltek, római katolikusnak. Nagyon sokat minisztráltam, aztán később mindenféle egyéb feladatot láttam el az egyházközségekben, és gyakorlatilag a házasság kötés óta a Váci Egyházmegye hívott meg szolgálatára, akkor még nem főállásban, én tanító voltam egyébként hosszú éveken keresztül, és aztán utána egyszer csak kiderült, hogy a kettő együtt már nem végezhető, pontosan azért, mert hogy egy embert kíván ez a szolgálat, és akkor a püspök atya meghívott arra, hogy végleg mellette legyek. Gyakorlatilag így folytatom most az életemet, és hát való igaz, hogy az, hogy én keresztényként akarok élni, ez néha nehéz, de sokszor nagyon könnyű, mert nagyon, nagyon jó testvérek vannak itt az egyházközségben, nagyon jó közösségek, és ez nagyon nagy öröm, így öröm dolgozni. Mi az, amilyen céllal neki lát ennek a feladatnak, hiszen ez egy nemes feladat? Én az elmúlt másfél évben azt vettem észre, hogy itt az egyházközségben különböző okok miatt kialakult néhány seb. Ezek nem, remélhetőleg nem túl nagy sebek. Az elsődleges feladat úgy gondolom, hogy ezeket a sebeket egy kicsit le kell lápolni, bekötözni. Az én választott jelmondatom, nem a papi jelmondatom, hanem a hitoktatásnál, amikor hitoktató képzőt elvégeztem, akkor azt választottam, hogy odalépett hozzá olajat és bort öntött sebeire. Ez gyakorlatilag az irgalmas szamaritánusnak az egyik fő mondata, és úgy gondolom, hogy ez itt most fontos lesz ebben az egyházközségben, de természetesen minden, ami már működik, a közösségek, például a családcsoportunk nagyon, nagyon jól működik, az idén 60 fővel voltunk nyári táborban, de mondhatnék sok mást, imacsoportokat, egyéb más kisebb-nagyobb hittanos csoportokat vagy énekkarokat, amik működnek. Tehát ezeket nyilván éltetni, megőrizni kell, és minden más pedig rábízni az Úrra, hogy azt tegyen velünk, amit ő szeretne. Mit üzen a híveknek? Az, hogy ez csak együtt fog sikerülni, és nagyon örülök annak, hogy olyan közösségben lehetek, ahol erre nagyon sok példát is látok már, hogy kifejezték azt, hogy jó lesz együtt dolgozni, és hogy szívesen segítenek ebben a munkában. Az 56-os forradalom 60. évfordulója kapcsán emlékkiállítás lesz a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A szervezők ezúton kérik a lakosság közreműködését, várják azokat az emléktárgyakat, dokumentumokat, fényképeket, melyek bemutatásra kerülnének a megemlékezés során. Közel 60 sportolót hívtak meg idén a bajnokok vacsorájára a Bálint Ágnes Kulturális Központba. A Vecsési Sportegyesület szakosztályai bővelkednek kiváló csapatjátékosokban és egyéni sportolókban. Negyedik alkalommal rendezik meg itt a Bálint Ágnes Kulturális Központban a bajnokok vacsoráját. Miért tartja fontosnak az önkormányzat és a helyi sportvezetés azt, hogy egy ilyen külön ünnepélyben részesítse a helyi sportolókat? Ez egy nagyon-nagyon jó rendezvény, én úgy gondolom. Szeretem, és nagyon szeretik a sportolók is. Ugye van a városban egy rendelet, ami a sport területén három lehetőséget adna a városnak. Ugye három kategóriában tudnánk elismerni a legjobb sportolót, a legjobb csapatot és a legjobb edzőt. De hát évek óta olyan jó teljesítmény van a városban a sport területén, hogy eddig sem tudtunk, és nem is akartunk utóbbi időben dönteni kéz a három. Ezért született egy döntés, most már negyedik éve, hogy itt közösen egy fehér asztal mellett ünnepeljük ezt meg, és köszönjük meg a munkájukat nekik. Úgy gondolom, ezek a rendezvények összekovácsolnak bennünket, összetartanak, nagyon fontos. Jólzik magukat a versenyzők, az edzők, a szakosztályvezetők, és egy olyan fontos kis dolog, ahol szerintem le tudunk ülni, át tudjuk beszélni, mi volt és mi várható a sport területén, de nagyon jó kis rendezvény.
Közel 60 meghívott vendég van itt. Ez azt jelenti, hogy bajnokokban bővelkedik ez a település. Igen, igen. Örülök neki, hogy ilyen sokan el tudnak jönni. Évek óta ennyien vagyunk. Vannak új arcok, és vannak régiek is köztük. Számomra ez a magas létszám azt mutatja, hogy a városunkban a sportélet nagyon magas színvonalon zajlik, mind a versenysport, mind pedig az utánpótlás területén. Nagy öröm szolgál ez nekünk, ugye a város képviselő testület egy nagyon sportbarát, és ugye a lehetőségeinkhez képest mindig maximálisan próbáljuk támogatni a sportot, ez mert mondjuk a utánpótlásra, a versenysport az élsportra egyaránt. Fontos dolog, én úgy gondolom, a mozgás a sport. Általában miről számolnak be a szakosztályok és azok vezetőik, hogy melyek azok a szegmensei a sportolási lehetőségeknek, amelyeken még esetleg csiszolást várnak önöktől? Hát igen, ez mindig van, szerintem. Csiszolni mindig lehet, tehát mindig van jobb és még jobb. Igazából ugye a pénz egy nagyon fontos dolog a sportban. Hát az nem termeli a pénzt, hanem viszi. Itt a városunk mindig odaáll azért a sportolók mellé, és támogatja őket, de úgy mondtam, a lehetőséghez képest. Ami óriási hiány űr a mai városban, úgy gondolom, egy sportcsarnok. Ezen a sportcsarnokon dolgozik most már a testület, és dolgozunk most már hosszú évek óta. Nagyon reméljük, hogy talán hamarosan ez meg fog épülni. Ha nem is egy 3000 fős nagy sportcsarnok, még egy 200 fős munkacsarnok maradjunk, mondjuk így, ami megépül, ez szerintem egy óriási űrt fog kitölteni a városban. Minden szakosztály nagy hiányban gondolja, hogy ez nincs a városban, meg kellene egy ilyen. Említette, hogy a sport az nem termeli, hanem viszi a pénzt. Mondjuk ehhez támogatásként fel tudják használni a TAU pénzeket is. Igen, hát a TAU egy óriási dolog, ugye, de csak viszont a látványsportokat tudja támogatni a TAU. Ugye van olyan sportág, amiben nem tudni segítséget. A látványsport, az öt látványsport van, a labdarúgás, a kézilabda, vízilabda, jégkorong és a kosárlabda. Ez az öt. A városunkban ebből talán a labdarúgás és a kézilabda az a két olyan sportág, ami kiemelkedik. És hát ugye viszont itt nagyon sok olyan vállalkozás van már, aki támogatja a tavolyával mind a két sportot. Igen, változatos a meghívott korosztály, tehát az egészen picike kislányoktól kezdve az idősebb urakig mindenki megtalálható itt az asztalnál. Igen, van, aki 7-8 éves, és most van egy olyan sportolónk is, aki most lett a 80-at. Ő a galambász szakosztálynak az egyik tagja, 60 éve űzi ezt a sportot, és most volt 80 éves, és hát gratulálok neki innen is, majd meg fogom köszönni neki élőben is, ha odaérünk. Mi mindenre számítatnak azok, akik most ennek a meghívásnak eleget tettek, és itt vannak a kulturális központban? Hát igazából lesz egy pici megnyitó, utána átadjuk a okleveleket, érmeket, a bank megint ajánlott fel idén egy pici kis ajándékot, és szeretném megköszönni Barabásné Varga Ildikónak, behetőjének ezt a kedvességet. Mindig a lehetőséghez képest mindig támogatja a kultúrát és a sportot is a városban. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, én úgy gondolom. Egy pici kis ajándék, és utána pedig egy nagyon finom vacsora lesz itt, amit el fogunk fogyasztani. Itallal, üdítővel, borral, sörrel, és egy jót fogunk beszélgetni, remélem. Egy tartalmas este lesz. Örkény Inárcs ellen léptek pályára hétvégén a kézilabdázóink Vecsésen. Először a juniorok mérették meg magukat, döntetlent játszva, majd a felnőtt csapat következett jó játékkal, de kevesebb sikerrel. Ez volt a szezon első mérkőzése, kérem értékelje magát a meccset. Ez egy tipikus első mérkőzés volt, rengeteg hibával, nagyon-nagyon nehezen lendültünk játékba, nagyon-nagyon sok a fiatal a csapatban, úgyhogy úgy gondolom, hogy mérkőzésre jobbak leszünk, mint hogy ebben a mérkőzésben is percről-percre jobbak tudtunk lenni, és egy mínusz 5 gólos eredményre tudtunk döntetlent a végén. Elégedett vagyok, mert egy nagyon-nagyon fiatal, nagyon ügyes társaságnak nagyon fontos az első mérkőzés, én úgy gondolom. A akaratunknak, a küzdeni tudásunknak köszönhető ez a döntetlen. Én úgy gondolom, hogy a mai nap egy jobb csapat volt az ellenfelünk, vagy legalábbis a mai nap formája alapján ez egy jobb csapat volt. Óriási dolognak tartom, hogy döntetlenre tudtuk hozni a mérkőzést, de ez jobb lesz. Meccsről-meccsről jobb lesz, biztos vagyok benne. Nyilván győzelemmel indítani egy szezont az mindig egy nagyon jó dolog, viszont a döntetlen sem mindegy, hogy hogyan születik meg. Ahogy mondta, hatalmas hátrányból fejlődött fel a csapat, ez azt jelenti, hogy össze tudja magát kapni a gárda. Igen, ez egy óriási dolog. Én nagyon féltem, hogy nagyon nagyok a életkori különbségek a kereten belül.
Nagyon kevesen vagyunk, és nagyon sok a fiatal, akik 5 évvel fiatalabbak, mint az idősek, tehát ez ebben a korban rengeteg. És ennek ellenére tudtak egy egységes csapatként küzdeni, főleg a végén harcolni, és ennek köszönhető. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azt a pluszt, amit egy ilyen első mérkőzés adhat, azt megadta nekik, és innentől hát csak nyernek. Miben rejlik jelenleg a junior csapat ereje, hogy ennyire össze tud fogni akkor, amikor kell? Egy nagyon-nagyon kedves, aranyos, szerethető társaság, rengeteg ügyes, tehetséges játékossal. Nincsenek klikkek, széthúzások, nagyon-nagyon együtt vannak, mondom, annak ellenére nagyon nagyok a különbségek, és ebben rejlik az erejük is. Hogyha játékban tudunk javulni, és már pedig ezért dolgozunk, hogy tudjunk, akkor én úgy gondolom, hogy sokra hivatottak. Én biztos vagyok benne, hogy innentől ez jobb lesz, jobbnak kell lennie. Nyilván edzésen is más egy csapat és éles helyzetben is. Mondjuk az a jó, hogy az edzési eredményekből már azért nagyjából lehet látni azt, hogy milyenek lesznek a mérkőzésen. Most így az első mérkőzés után melyek azok a szegmensei a csapatnak, akár a játéknak, vagy akár az ön módszerének, amit rájuk kell alakítani, hogy ennél is jobb legyen? Hát én gondolom, hogy minden, hogy nekik is elmondtam, mérkőzés után minden mérkőzés elemben, vagy minden játék elemben fejlődniük kell. Tehát a védekezésben is volt nagyon sok hibánk, sajnos támadásban is nagyon sok hibánk. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy többen kiöregedtek a tavalyi meghatározó társaságból, vagy meghatározó játékosok, ennek ellenére támadó játékunk jobb, mint a tavalyi. Ha védelmet hozzá tudjuk erősíteni, én úgy gondolom, hogy akkor leszünk egy egységes egész, és igazán jók. Hogyan zajlik majd az elkövetkezendő 1-2 hét? Mivel itt egy hosszú szünet jön, rengeteget fogunk dolgozni, edzeni, folytatjuk azt a munkát. Picit talán később kezdtük mi az alapozó munkát, emiatt, hogy nehezen állt össze a csapat, mint én szerettem volna. Úgyhogy a játékelemek összecsiszolása az még folyamatban van. Nekünk nagyon jól jön ez a szünet. Én úgy gondolom, hogy ez a 2-3 hét ez arra elég lesz, hogy egy kész csapat legyen a következő mérkőzésre. Kemény felkészülésen vagyunk túl, egy másfél hónapos felkészülést hajtottak végre a lányok. A junior csapatnál Sirály Ferenc az edző, a felnőtteknél pedig a családban maradt, mert Tomori győzőt, a felesége váltott, a Kamper Olivia, aki befejezte aktív játékos pályafutását a Dunajvárosban, és megszereztük a női csapat élére. Ez az első mérkőzésből így túl sokat még nem lehet levonni, de mégis mit beszéltek meg, hogy hova szeretnének eljutni a csapattal majd? Hát mindenképp előrébb szeretnénk lépni a tavalyi 8. helyezés után, mondjuk a 4.-8. hely közé várjuk ezt a csapatot. Rengeteg új játékos érkezett, és még csiszolódnunk kell. Minden egyes szezon kezdetnél újabb és újabb emberek érkeznek általában a csapatokba, ez jó is, meg nem is, hiszen újra és újra csapatot kell építeni, de nyilván oka van. Most jelen pillanatban milyen emberekre volt szükség, támadókra, védőkre, vagy más szempontok alapján választottak? Hát gyakorlatilag minden posztra igazoltunk. Van 3 jó kapusunk, végre vannak jó szélsőink, jó lövőink, van egy nagyon jó irányítónk. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy pár hét és összecsiszolódik ez a társaság. Hát rögtön egy nehéz meccsel kezdünk. Ez az Inár Csörkény tavaly NB1-B-s csapat volt, és most ide jött hozzánk az NB2-be. Hát reméljük, hogy egy szoros meccset tudunk velük játszani, és talán egy győzelem is belefér. Magukat, a játékosokat mennyire motiválja egy-egy új edző? Mondjuk egy-egy jó edző, az mindig gondolom, hogy egy pozitív a csapat szempontjából. Persze, és talán az, hogy Olivia most fejezte be az aktív játékos pályafutását, ez még inspirálóbb lehet a játékosok számára, tehát még közvetlenebb lehet a kapcsolat, mint akár egy férfi edzővel, vagy akár egy idősebb edzővel. Sirály Ferenc azonban a régi, a junior csapat most az imént döntetlent játszott, náluk mi a helyzet, az ő csapatuknál mennyire történt változás? Hát rengeteg játékos távozott még évelején, így fiatalokkal kellett feltöltenünk a junior csapatot, így nincsen könnyű helyzetben, talán a legfiatalabb junior gárda a miénk az egész mezőnyben, de az utánpótlásunk nagyon erős, tehát folyamatosan tudunk feladni jó játékosokat, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a junior csapat is megállja a helyét. Körülbelül hány mérkőzés után lehet azt már úgy nagyjából látni, hogy működik-e ez a csapat, működik-e az edző? Hát én úgy gondolom, hogy az őszi szezon felére már látni kell mind a junior, mind a felnőtt csapatnál az eredményes felkészülést.
Viszont említette, hogy utánpótlás is van, és most ugye megkezdődött a 2016-2017-es tanév, és ilyenkor a sportedzők körbejárják az iskolákat, és csalogatják először csak szivacs kézilabdázni, majd kézilabdázni a gyerekeket. Mekkora volt a kereslet ezekre az edzésekre? Hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Becsés Ese kézilabda szakosztálya több mint 250 fővel működik. A megyében a legnagyobb szakosztály miénk, és abban is talán egyedülálló, hogy erős női és erős férfi szakágunk is van. Ugye a férfi felnőtt csapatunk az NB1B-ben vitézkedik, a lányok az NB2-ben. Az utánpótlás csapatainkat pedig ott indítjuk el azokban a bajnokságban, ahol az edző arra alkalmasnak tartja azt a társaságot. Így reméljük, hogy ők is sikeresek lesznek. A körülmények, a feltételek mennyire adottak? Most itt vagyunk a Grassalkovics iskolának a tornatermében, ami helyi viszonyokhoz képest nagyon jónak számít, de úgy általában a bajnokság helyszíneihez képest ez kicsi, nagy vagy pont jó? Hát ez a legnehezebb kérdés. Tehát az infrastruktúrában vagyunk a legjobban lemaradva, főleg egy ekkora szakosztálynak. Ez az egyetlen méretes pálya Becsésen, és ez a csarnok is nagyon kicsinek bizonyult. Tehát ugye egy kis karzatunk van, az a lelátó, az is tele van, tömve van folyamatosan, tehát több nézőt nem is tudnánk befogadni. Így a fiúkat kénytelenek vagyunk ülőn, az ülői sportcsarnokba játszatni, több száz néző előtt. Nagyon várunk arra, hogy legyen egy saját sportcsarnokunk. Meddig kell várni körülbelül? Mi az információja? Én úgy gondolom, hogy Becsésváros önkormányzata és a polgármester úr is támogatja szándékunkat az új csarnok felépítésére, és TAO pályázatból szerintem ez jövőre meg is fog kezdődni. Azt mondta, hogy elég kevesen férnek el itt a karzaton, viszont szerencsére a becsési szurkolók igen nagy hangúak. Például most nem, meg se lehet, gondolom nem is értette a kérdést, tehát viszont a becsési szurkolók nagyon nagy hangúak, jelen vannak. Igen, átcsabítottunk néhány szurkolót a focipályáról. A tegnapi futballmérkőzésen toboroztunk embereket. A Facebookon is megkérdettük az eseményt, és így sokan kilátogattak erre a mai mérkőzésre, pedig nagy konkurenciánk a búcsú. Most már éppen 12-13-nál járunk, még mindig egyel vezetnek a hazaiak, viszont még csak az első fél időnek az utolsó két percét gyűrjük, szerintem lesz ez még jobb is. Végére megfordítjuk, és egyel nyerjük meg a meccset. A kézilabda mérkőzés végeredménye a mieink kiváló játéka mellett 30-24 lett az ellenfél javára. Barátságos teniszversenyt tartottak a sportpályán. A családias hangulatú esemény végén természetesen a győztesnek méltó elismerés is járt. Hát igazából a becsési teniszbarátok és a meghívott vendégeink. Ez immáron a 15-16, már nem is tudjuk, hanyadik alkalom, hogy megrendezzük ezt a baráti hangulatú teniszversenyt. Igazából páros teniszbajnokság, amely reggel 9-kor kezdődik, és egy családi nappá alakul aztán délutánra. Nagyon sok olyan teniszes sportás visszajön, aki már nem tud teniszezni, mert kiöregedett, vagy fáj valami, és nem tud, tehát jó baráti társaság is van, ezt is ápoljuk, illetve természetesen a tenisznek hódolunk, illetve a sportnak, és hát mindenki szeretne ugye nyerni, hát komolyan kell venni a játékot, és mindenki komolyan is veszi, és bizony vannak olyan párok, akik, hogyha összeadjuk, akkor 130 évesek, tehát még annál is többek, tehát azért ezt nagyon tisztelem, és mindig arra gondolok, hogy jó lenne ezt én is meg tudnám élni, hogy a társammal együtt 130 évesek vagyunk, amikor elindulunk. Úgyhogy az öregek és az idősebbek mellett természetesen most vannak fiatalabbak, tehát jöttek, nem csak vecsésiek vannak, jöttek más településekről, és Üllőről is vannak ketten, úgyhogy nagy megtiszteltetés, és ők is eljöttek, elfogadták a meghívásunkat, és sok fiatal is van, tehát az egész 20 éves korosztály is szerepel. Gyakorlatilag csináltunk, 16-an vagyunk, csináltunk 8 kiemelt szemét, és amellé párosítottuk a többieket, és így lett a 8 pár. Gyakorlatilag két csoportba, és most délután 14:30 körül van, és gyakorlatilag kezdődnek a döntő mérkőzések, elődöntő és döntő. Úgyhogy igazából ez a családi, baráti sportnak, amely jó hagyománya van, sörcsapolunk, sütnek, főznek a fiúk, akik segítenek nekünk, és a gyerekek is kín vannak, az egész picik, hát ha beleszagolnak egy kicsit a tenisz szeretetébe. Labdarúgó mérkőzés is lesz, és ezt is meg szoktuk nézni, mert ez nagyon ideális most, ahogy állunk. Valamikor sokkal jobban elhúzódik, és akkor át kell tenni a döntőket másnapra, úgyhogy ez most nagyon jó, mert úgy gondolom ma simán be tudjuk fejezni. Úgyhogy a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát, és senki ne sérüljön le.
Igaz, hogy barátságos mérkőzés, mégis elnézve a labdajátékokat, egész jó kis ütések vannak, és ráadásul kupa is van a végén. Igen, természetesen ezt az önkormányzat támogatja a versenyt, hát és van nevezési díj is, abból szponzoráljuk az étel-italfogyasztást. Egy kicsit ilyenkor mindenkinek nehéz a keze, az igazság, nehéz ellazulni. Én magamon is érzem, hiszen most 4.-5. alkalommal vagyok itt kint nyáron ezen a pályán, eddig sérült voltam, tehát nagyon hiányzott a tenyeres, például éreztem, de sokaknak begörcsöl egy kicsit a keze, más, amikor teher alatt játszik az ember. Szokták mondani, teher alatt nő a pálma, többet gyakorolnánk ilyen szituációkat, akkor ez könnyebben menne, de azért vannak itt olyanok is, akik azért sok versenyt láttak egyébként, tehát aktív korukban versenyzők voltak, vagy edzők, tehát nekik azért talán ez könnyebb kezelni, az amatőrök közül sokan panaszkodnak, hogy ilyenkor fel annyi nem jön ki, ugye, mint amennyit tudnak, de attól függetlenül néhány szép labdamenet, és akkor mindenki boldog. Mindenkinek van egy-egy jó ütés, akkor már megérte ki jön. Ezüstérmet szerzett a fogadhajtó világbajnokságon Lázár Zoltán, ifjabb Dobrovics József és Dobrovics József csapata. Egyéniben is mindhárman a legjobb 10 között végeztek, ifjabb Dobrovics József az előkelő 6. helyet szerezte meg. Egész év alatt telt el, hogy a világbajnokságra készítettük a lovakat, és ott kerestük azt a felállást, amivel a legjobban tudunk teljesíteni a világbajnokságon. Azt hiszem, hogy ez végül sikerült is. Ugye eleve a csapat ezüstérem az úgy gondolom, hogy teljesen magáért beszél, jó volt a csapat összhang. Sajnos nekem az egyéni érmem az elszállt avval, hogy a 8-as akadályban az egyik elsőről vannak az istrángi átakadt egy akadályelemen, és ebből súlyos büntetőpontokat szereztünk, mire le tudtuk szedni. Ezáltal az érem az elszállt, az egyéni, de a csapat éremben jól tudtunk teljesíteni, és még így is az első 10-be tudtunk maradni mind a hárman. Ami pedig még nagyobb boldogság számomra az, hogy a fiam 6. lett ezen a világbajnokságon. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy teljesítmény. Kik voltak a csapat tagjai? A csapat ismét Lázár Zoli, ifjú Dobrovics József, a fiam és én. Azt hiszem, hogy ez most már egy jó pár éve egy bevált, jól együttműködő csapat. És hát mi sem nagyobb bizonyíték, mint az, hogy most ezüstérmet értünk el. Nyilván az elképzelésünk az lesz, hogy előbb-utóbb az arany, de hát már az ezüstérem nagyon nagy dolog. Vannak egyébként új szereplői egy-egy ilyen világbajnokságnak, hiszen hogyha jól megnézzük, hosszú évek óta ugyanazok a nevek szerepelnek a tabellán, és ugye maximum a helyek cserélődnek, és akkor sem feltétlenül az élboly van. Természetesen vannak, hogy ne lennének új nevek. Folyamatosan például a belga csapat szinte teljesen fiatal hajtokból áll ebbe az évbe, és hát ugye az új neveknek kicsit nehezebb bekerülni ebbe az első 10-be, ugye az én fiam is, mire az első 10-be tudott kerülni, azért el kellett telni egy 4 évnek legalább, tehát nem olyan egyszerű ez felzárkozni az első 10-hez, és hát mindig vannak új nevek. A világbajnokság jegyében telt tehát akkor a nyár, de voltak még egyéb versenyek is. Igen, hát kint voltam például Lédenbe, ott a fiam 2. lett, én pedig 3. Előtte Nebanicébe, ott csak egyedül voltam, ott szintén 3. helyet értem el, tehát Lipica, én első lettem, fiam 2., tehát folyamatos egész évben nemzetközi versenyeken az első 3-ba tudtunk elhelyezkedni. Topolcsányt Jóci megnyerte, nekem sajnos leesett a segédhajtom, és nem szállt vissza, már a kocsira nem tudott visszaszállni, és ezzel ugye fel kellett adjam a verseny, de ettől függetlenül nagyon jól teljesítettek a lovaink. Úgyhogy azt hiszem, hogy folyamatosan ez az eredmény, ez az egész éves munkának az eredménye. Kik most a favorit lovai? Jelen pillanatban Torino, Carlo, az első számú lovaim, akkor Platón, ő egy lipicai hollandok közt, ő még egy lipicai van, bajnoknak hívják, és Vodka a következő, majd aki a tartalék volt, ő pedig a holló. Igazából ebből a 6 lóból állt össze az év végére az a csapat, amiből kiválasztottam azt az 5-et, amivel úgy gondoltam, hogy a világbajnokságon eredményesen tudok szerepelni. A holló még csak ebben az év elején került hozzám, rá még vár egy kis csiszolgatás, de nagyon jól teljesített, már ugye egy-egy versenyen őt is hajtottam ebben az évben, és nagyon jól tudott teljesíteni. Még a világbajnokságra csak tartaléklónak mertem nevezni, még annyira nem bíztam meg benne, hogy bizton mertem volna vele indulni egy világbajnokságon. Ez az előző évi fogatomhoz képest 3 új lovat is tartalmazott, és hát
azt hiszem, hogy így is nagyon jól sikerült. Jocinak szintén 3 új lova volt a tavalyi Európa-bajnoksághoz képest, amivel úgy érzem, hogy előrefele haladt a fogata. 21 év után idén elmaradt a Vecsés Kupa. Ez most egy egyszeri alkalom volt, vagy záros határidőn belül ez nem is folytatódik? Hát egyelőre nem látjuk, hogy mi a jövője ennek, hogy lesz a folytatása. Egyelőre az van, hogy nem rendezünk tovább. Hát ugye ehhez elég komoly szponzorációs háttérre lenne szükség, és hát folyamatosan nem kaptunk olyan segítségeket, amire szükség lett volna, és úgy döntöttünk, hogy hát ezt nem folytatjuk így tovább, csak magánerőből. A világversenyek körében akkor ezt a vecsési helyszínt mivel pótolják? Hát pótolják, csak ugye magyar helyszínként nem, tehát nem tudják pótolni, és hát most hiába van mondjuk Hollandiában egyre több verseny, az nem egy magyar helyszín, hanem az újra egy holland helyszín. Esetleg ott megszűnt egy másik, lett egy harmadik, és ugye Magyarországon viszont nincs, és ezt úgy a külföldiek is hiányolják, mint a magyar hajtók, de is nézők egyaránt, de hát sajnos ez anyagi háttér nélkül nem megy. Magyarán akkor valószínűleg jövőre sem lesz? Több mint valószínű, hogy nem lesz. Hát mondom, tehát a változás csak azon múlhat, hogyha esetleg olyan szponzorációs hátteret kapunk, amivel ezt végre lehet hajtani. Nem sokára azonban téli szünet lesz, legalábbis majd a lovak számára. Mikor lesz a következő verseny és hol? Jövő héten lesz szeptember utolsó hetében Izsákon a magyar bajnokságot, még elindulunk fiammal együtt, valamint a Kristóf is indul. Osztertek Kristóf, azon a kölcsém, ő 2-es fogadta, ami természetesen 4-essel, és ezután a lovaink január 1-ig Karámba mennek pihenőre, kipihenik az évi fáradalmaikat. Azok a lipicai lovak, akik a nagyfogadban is versenyeztek, és ugye a federes szezonban is fognak menni, ők sajnos ezt nem élhetik át ilyen hosszú időre. Ők egy rövidebb pihenőt kapnak, majd utána kezdik a federes szezont, és majd a federes szezon után, mondjuk januárban, mikor már a többiek elkezdünk dolgozni, ők akkor kapnak egy-két hónapi pihenőt. Azt hiszem, hogy ezt ők már tudják, tehát érzik, mert nem az első szezonjuk, de szerencsére nem túl sok ló van a kinti fogadban, 2-3 ló, amelyiknek a federest is teljesíteni kell. A többiek azért kipihentik magukat, és hát őnekik is megpróbáljuk megoldani, hogy legyen közt egy szakaszos pihenőik. A Halmitelepi Általános Iskola tornaterme mellett szeptembertől új helyszínen is tart edzéseket a vecsési karate szakosztály. A főút 112-ben egy igazi dojót építettek tatamival és a japán nagymester rejtélyes üzenetével. Szerencsére sikerült ezt a termet megszerezni, úgyhogy most szeptembertől indulunk be ebbe a terembe a edzéssel, tehát a gyerekek és a felnőtt edzéssel. Sikerült jó megcsinálnunk. Reméljük, hogy lesz látogatottsága, a hét minden napján van edzésünk. Gyerekeknek van 5 órától 4 hétig, felnőtteknek fél héttől 8-ig van edzés, tehát a hét minden napján van edzés. Sikerült venni tatamit, úgyhogy ez nagyon jó, mert ilyeneken vannak a versenyek is, úgyhogy ez nagyon jó számunkra, nagyon jó edzeni rajta, tehát nem fárad el annyira az ember, mint egy linoleumon vagy parkettán, tehát a lábaknak kellemesebb érzés van. Ha elesik az ember, nagyon nem üti meg magát, úgyhogy hál' Istennek szerintem jó sikerült ez a kis terem. Beszéljünk azért néhány mondatot magáról a dekorációról is, illetve harcművészek képei vannak a falon. Kik ők? Igen, hát legfelső van a Funakoshi mester, a karate alapítója. Alatta van Hirokozu Kanazawa mester, ő a tízdanos, ő az SKI-nak az alapítója, ő a mester, még élő mester, tehát ő hozzá szoktunk járni, és legalul pedig a Nobuaki Kanazawa, mikor itt volt, tehát nyáron ebbe a terembe edzett, és akkor ő adott egy ilyen írást a legalul, az az írás a teremnek a
megnyitójára, tehát hogy ez a terem létezik, tehát ő is tudomásul vette, és engedélyt adott rá, hogy használjuk, tehát végeredményben ő adott. Ő az elnök, tehát a Karate Szövetség, tehát az SKI Federationnek a elnöke, a Kancsó Nobuaki Kanazawa, úgyhogy végeredben ő az első ember most itt a karatéba. Mit jelent ez az üzenet a falon? Nem mondom, mert most el, de le kell fordítani. Mondott valamit, de mondta, hogy fordítassuk le, és akkor megtudjuk. És még nem találtam egy japán tolmácsot, aki lefordította volna, tehát igaz, hogy nem is volt időnk, mert a világbajnokságra készültünk. Hogy sikerült a világbajnokság? Hát, Indonéziában volt Jakartában, augusztus 22-én indultunk, és hát ez egy nagy kérdőjel az én számomra, ez az indonéz világbajnokság. Hát helyezés, az a helyzet, hogy Katában is negyedik, meg Kümitében is negyedik lettem, de ez nagy kérdőjel, tehát azt mondom, hogy kiszedték alólam, a két darab érmet kiszedtek alólam a dobogot, tehát Úgy tudom, hogy olyan embereket is előrébb helyeztek, akik elvileg pedig nem is arattak győzelmet az összecsapások folyamán. Így van. Kümitében volt olyan, hogy a négyes döntőben bent voltam, és elém tolták a argentin fazont, aki csodálkozott, hogy miért ő lett a harmadik, amikor nem is nyert meccset. De hát itt sajnos a mi képviselőnk nem állt a helyzet magaslatán, és nem óvta meg a meccset, tehát a helyzetet. Meg kellett volna óvni, le kellett volna rakni a óvadékot, és akkor minden ezért nélkül, tehát egy bizottság eldöntötte volna, hogy végül ki az, aki dobogón van. De hát ez sajnos nem tette meg a mi képviselőnk, és ez elég szomorú. Ilyenkor oda mennek esetleg önhöz más versenyzők, vagy akár nézők, szurkolók, hogy értetlenül állnak a helyzet előtt? Tehát nem csak ön, illetve a magyarok látják így, hogy rossz eredmény született, vagy rossz döntés született, hanem mások is. Így van. Csak ezt meg kell lopni. Tehát a hivatalos kép, én, mint versenyző, én hiába mentem oda, engem elküldtek. Mert hogy én versenyző vagyok, én nem óvhatok. Tehát csak a hivatalos képviselő óvhatott volna, aki nem állt a helyzet magaslatán, és nem tette meg ezt a dolgot. Az, akit betoltak dobogóra, tehát az is csodálkozott, hogy ő hogy lett harmadik. Mondjuk annyi gerincesség volt benne, hogy nem ment oda az érem kiosztásra, úgyhogy nem is, mondjuk az érmet odahozták neki. Meg oda jött gratulálni, de hát abban én nem vagyok előrébb, tehát így hivatalosan én negyedik vagyok. Nézzünk azonban előre, mikor lesz a következő megmérettetés, és kinek? Így van, hát a következő megmérettetés, az majd ilyen világverseny, az majd májusban lesz Prágában az Európa-bajnokság. Oda fogunk készülni, a gyerekeknek most 24-én lenne egy versenyük, ez a Langerszegen, akkor lesz majd Szlovéniában egy verseny most, és lesz a közeljövőben szintén egy másik verseny. Most pontosan nem tudom, hogy mikor, de hát ezek mindig jönnek majd az értesítések, és akkor oda fogunk menni. Tehát még egy 3 versenyünk van az idén, amin szeretnénk részt venni. Továbbképzések azok vannak, tehát a karate továbbképzések, ilyen danvizsga felkészítések, bírói képzések azok rendszeresen vannak, tehát itt akit érintenek, azok részt vesznek rajta. A jövőben szeretnénk olyat csinálni, hogy Vecsésen egy nagyobb versenyt rendezni, tehát itt egy ilyen, ahol egy 200-300 versenyző részt vesz. Ezt szeretnénk megvalósítani, és ezt szeretnénk minden évben rendszeressé tenni, de hát ezt majd még megbeszélés tárgyát képezi majd a később folyamán. Most itt vagyunk a Fő út 112-ben, de például a Halmitelepi Általános Iskolában ugyanúgy zajlanak edzések? Így van, a Halmitelepi Általános Iskola gyerekedzések vannak, a felnőtt edzések megszűntek ottan, tehát a felnőtt edzések átjöttek ide a dozsóba. A gyerekedzések ugyanúgy mennek tovább, kedden
órától negyed hétig, tehát lehet jelentkezni a Halmi téribe is, és ide is lehet jelentkezni. Abban bátran hozzák a szülők ide is a gyereket, tehát ugyanúgy kedden csütörtökön van egy kurzus, meg szerdán pénteken is van egy kurzus. Tehát ugyanúgy 5 órától bátran lehet jönni. Idősebbek is jöhetnek, tehát megtaláljuk a gondját. Itt most a miénk a terem, tehát itt bármikor lehet edzeni, tehát akár hétvégén is lehet edzeni, hogyha olyan kérés van. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, tehát a számunkra, úgyhogy megörülök. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, addig is minden jót, viszontlátásra! William.